A Lazvencével beszélgetünk, 75-63, újra országos bajnok lettél. Vasárnap is nagy volt az első sorozat, szerintem azzal is meg lett volna, így azonban biztos és szombathelyi közönség előtt azt hiszem ez még nagyobb öröm számodra. Igen, természetesen nagyon örülök a bajnoki címnek, kifejezetten annak, hogy azt itthon sikerült elnyerni. Természetesen vegyes érzelmek kavarognak bennem, ugye a cím a jó oldala az egésznek, de sokkal jobb versenyzést szerettem volna bemutatni. Sajnos az előző két hétben nem igazán tudtam részt venni az edzéseken, illetve az előző hét második felében tudtam elkezdeni egyáltalán bármit is sportolni, és ez most sajnos megmutatkozott rajtam. Egyébként visszagondolva úgy gondolom, hogy ez hétvégén még nem jött volna annyira ki, de hát már sajnos ez kijött. És hát az U23-as EB-re gondolsz, főleg gondolom, azzal itt aranyérmes lettél volna ez az eredmény, ha jól emlékszem. Ezzel igen, ezzel aranyérmes. De hát sajnos, hogy ez így sült el, ez az utolsó két verseny. Milyen tendőek vannak még a világbajnokságig? Ha jól tudom, akkor szeptemberben lesz meg egy olimpiai szint teljesítő verseny, ami neked már, hogy mondjam, nem kell teljesíteni, hiszen megvan a tokiói kiküldetésed. Milyen célok vannak még előtted augusztusban? Most mindenek előtt belekezdünk egy 9-7-es ciklusba, ami egészen a világbajnokságig fog majd tartani. Most ez ugye már holnap elkezdődik, és egyből egy nagyon nehéz ciklusba vágok bele, amit kifejezetten azért várok, hogyha ennek vége lesz, akkor én úgy gondolom, hogy vissza fog térni a régi formám, ami az Európa-bajnokság előtt már megvolt, ugye, és igazából lesznek közben versenyek, de nem igazán tervezek rájuk pihenni, ugye a célkeresztben a világbajnokság. Úgy legyen, és kívánjuk, hogy minél eredményesebben készülj fel, és ott aztán mindent bele és az éremért fel. Köszönöm szépen!